Minden évben március 21-én a Solymári Napsugár óvoda óvisai és óvónéniei megünneplik az óvoda névnapját. Így volt ez idén is, de az ünnepséget most összekötötték egy időkapszula elhelyezésével. Minden nevelési évben kitalálunk mi óvodapedagógusok egy témát, ami köré csoportosítjuk a teendőket. És az elmúlt évben a 750 éves megemlékezés sorozat kapcsán jutott eszünkbe, hogy vajon ránk fognak emlékezni majd a gyerekek, hiszen ez a 3-4 év ugye meghatározó egy óvodáskor egy gyerek életében, de olyan hamar elfelejtkeznek a gyerekek róla, és szerettünk volna mi is valami üzenetet hagyni a jövőnek. Ezért ebbe az időkapszulában olyan fontos dolgokat tettünk be közösen a gyerekekkel, ami mind-mind az óvodás évre, illetve az óvodás létre emlékeztet. Van benne kicsi játékfigura, közösen barkácsolt játékeszközök, kedvenc színezők, csoportképek, névsorok, és csupa olyan emlék, ami azt gondolom, hogy majd 50 év múlva izgalmas és kellemes meglepetés lesz újra viszont látni önmagukat, hogy milyenek voltak óvodásnak. Az időkapszulát az óvoda vezetője, Marlokné Strack Regina, dr. Szente Kálmán Solymár polgármestere és Lőrinc Beáta, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke közösen helyezték el a múzeum egyik termében. Az óvónénik azonban gondoskodtak arról is, hogy a most kis óvodás gyerekek 50 év múlva felnőttként visszatérve is egészen biztosan megtalálják az időkapszulát és a benne elhelyezett emlékeket. Ezt a táblát is el fogjuk helyezni ma az óvoda falára, illetve itt is egy kis táblát elhelyeztünk a kapszulát rejtő dobozka mellé. Ide a gyerekek, amíg iskolások lesznek, és később is úgy gondolom, hogy sokat fognak járni, és olvashatnak erről. Talán ez egy olyan izgalmas esemény volt, hogy nem felejtik majd el. Hát a gyerekek fantáziája ebben a korban azt gondolom, hogy határtalan. És amikor azt mondtuk, hogy a jövőre szeretnénk a jövőnek üzenni, akkor mindjárt megmozgatta az ő kis képzeletvilágukat. Úgyhogy hosszas tanakodás követte, hogy mit is tegyünk ebbe a kapszulába. Úgyhogy a gyerekek nagy izgalommal készültek erre, és hát kiválasztották a legkedvesebb legót, amin egyébként máskor akár még viták is előfordulhatnak a játszócsoportban, de most feláldoztuk, hogy ide betesszük és emlékül hagyjuk. Vagy tényleg olyan kedvenc játékokat, amit egyébként az óvodás időszakban ők nagyon szívesen használnak.